ha nem is kidolgozott helyzetből, de egy szép távoli lövéssel a 25. percben megszerezte a fölényben játszó hazai csapat a vezetést. Egy baloldali beívelt szöglet után a kipattanó labdát a bal hátvéd Blatt Pál egy igazítás után szépen mintaszerűen ívelte fel a bal felső sarokba. Pintér nem védhetett. Kiegyenlítettebb lett a játék a szünet után, de a fellazultabb tamási védelemmel szemben igazi gólhelyzeteket a hazaiak tudtak kidolgozni. A megérdemelt újabb tolnai gól megint egy szöglet után kialakult helyzetből született. Most Erdélyi a jobb hátvéd érkezett a hosszú oldalon, és szemfüles módon közelről, nem tudták őt felvenni a védők, szép mozdulattal a kapuba fejelt. 2-0 Tolnának. Ezután a mérkőzés utolsó perceiben fejben már szétesett a vendégcsapat, és benne volt a játékban bőven az újabb tolnai gól, ami a mérkőzés legvégén meg is született. Lednecki pértől elő ívelése után Királyházi, aki nem csak a tolnai csapat, hanem a mezőny legjobbja volt, faképnél hagyta a védőket, s már a gólba tartó, de a kapuson elakadt lövését közelről a csereként beállt Ranga a hálóba segítette. 3-0 a Tolna javára. Na, hatalmas rangadó volt, tehát én azt mondom, hogy tavasszal ez volt a legnehezebb meccs szerintem, de kontrolláltuk az első perctől a 90-ig. Meg volt a lehetőség a Tamásinak is, de hogyha mi nem hibáztunk valami olyasmit, akkor igazából nem lehetett más a mérkőzés. Ennek a játéknak ő volt az egyik, vagy illetve a győzelemnek az egyik olyan letéteményese, aki nélkül ma ez nem következhetett volna be. Tényleg nagyszerűen játszott. A tolnai csapat védekezésében kiemelt feladat volt az egész megyebajnokságból kiemelkedő gólkirály jelölt az afrikai csatár Jamme Haruna semlegesítése, ami eddig senkinek sem sikerült, kivéve a tolnaiakat. Kiemelném a Pesti Viktort. Most odafigyeltünk, hogy az ellenfélnek a legjobb támadóján előjön gólt. A Viktor külön feladatként kapta. Nem szokásunk nekünk ilyet csinálni, de most a nehéz helyzetben ezt muszáj volt bevállaljuk. Kifogástalanul megoldotta a feladatát, meg hát a többi játékos is a mai napon teljes mértékben adta magát, mind testileg, mind szellemileg, úgyhogy le a kalappa előttük, én csak köszönni tudom nekik ezt a mai mérkőzést, ilyenkor mindig egy kis hitet kapok tőlük, ilyenkor mindig egy kis lendületet kapok tőlük. Igen, a lendület, a sebességbeli különbség döntött a leginkább a hazaiak javára. Ezt a tamásiak kitűnő középhátvédje, Iván Jondó is elismerte. Gratulálni kell a tolnai csapatot, a pályán bizonyították, hogy jobb csapat, és szerintem megedemnek a áhampontot. Nem hosszú kezdtünk a meccset. Mentünk, csak nem jött a gól, és tudtunk, hogy nyilván a csapat, amely fog első gólt rúgni, akkor biztosan nyerni fog ezt a meccset. Ahunna a csapat legjobb játékosa, sőt a média legjobb játékosa, de egyedül étemben nem tud meccset nyerni. Azért 11-en vagyunk a pályán, hogy mi is hozunk neki a támogatunkat. Hát sajnos nem tudunk mostanában az utolsó áhonforduló német támadó játékunk. És így nem tudunk támogatást lenni Ahunának. A Tamási a Dombovál és a tolnai vereség után elvesztette lista vezető pozícióját, pont hátrányba került a többiekkel szemben. Ám még mindig bíznak abban, hogy a hátralevő 4 fordulóba minden meccsüket megnyerik, persze jól tudják, sorsuk már nem csak az ő kezükben van így sem, hanem a riválisok botlására is szükség van ahhoz, hogy nagy hőnóhajtó céljuk a bajnokság megnyerése teljesüljön.